Tádé, tanár a Horváth Attila, mentor a Porteleki László, kódja a 20-as. Hát barátom, a zsűri is el volt olvadva, de az az igazság, hogy én Pál István szalonnát néztem ott elől, aki a sűrű tempó után így csinált. Idáig hallottam a hangot. Eredics Gábor. Hát nyilván azért, mert Szalon is hallotta, hogy Palatkaival kezdted annak idején, aztán egy Felcsikival, és most még a Székibe is ilyen eszméletlen jó vagy, ugye? Gondolom ez lehetett az oka. És valóban ez egy olyan sorozat, hogy már ehhez külön gratulálnom kell. Egyébként olyan szép zenét hoztál, olyan szép összeállítást, hogy most nem csak Lajta László hát mulatozik odafönn a mennyben, hanem Halmos Béla is, mert pont Ádám Istvánról, Licsáról írta a kandidátus értekezését, és hát például egy ilyen idézetet is tudok ebből mondani neked, hogy a hegedű annál jobb, hogy jó, hogy legyen jó éles, így mondta. És ez a hangszer tartással is összefügg, és úgy láttam, mintha te is erre tudatosan gondoltál volna, hogy egy olyan hangszertartást valósítasz meg, hogy szép, erőteljes, éles hangod legyen. Abban nem biztos, hogy teljesen követted Ádám Istvánt, hogy három ujjal fogjad a vonót, de azért alapvetően mégiscsak három ujjal fogtad, tehát minden megvalósítottál. Komoly arccal muzsikáltál. Ilyen szép, átszellemült arccal, tehát éreztük azt, hogy te most valóban Ádám István Icsán emlékére muzsikálsz. Természetesen Salmon Beját is meghallgatjuk. Igen, szeretnék gratulálni a tanárotoknak, hogy két ilyen hegedűst hozott ide. Azért is, mert két... Én úgy gondolom, hogy nem attól jó egy tanár, hogyha egyformák a növendékei, hanem attól, hogy a növendéketek az egyéniségét kihozza. Ti azért vagytok többek között ilyen jó barátok Lacikával, mert két különböző figura vagytok. Te inkább érzékenyebb, analizálóbb, jobban bele ráfordulóbb, a Lacika meg inkább a tűz, a lendület. Csoda volt hallgatni ezt a Székit, ahogy mindenre volt időd, amilyen te is vagy, ahogy a Palatkaiban is, a teljes rácsodálkozás részemről, és ugye itt ülünk Szalonnával egymás mellett, és nyeljük a könnyeinket. Én előbb úgy szégyeltem magam, aztán láttam, hogy ő is elérzékenyült, jó, akkor nincs baj. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy így megtaláltátok egymást is, a tanár is megtalált titeket, és a muzsikát is megtaláltátok. Én hátradőlök innentől kezdve, én örülök csak nektek. Látszik. Sura, egy mondatot. Látszik, hogy tudsz jól táncolni. Jó táncos is vagy, nem csak jó hegedűs, szerintem. Ez is fontos. Hát ezek nagyon fontos mondatok voltak.